kezdődik a Vox 2024. Jó estét kívánok, és a hét is elindul, hiszen hétfő van, hát esemény dús hétvége el mögöttünk, és a mai nap is történt jó pár esemény. Itt van már Fekő Ádám, a Magyar Narancs újságírója, és Trencséni Dávid újságíró. Jó estét, szervusztok! Picit ugorjunk vissza, mert a választások szempontjából tényleg történtek fontos események a hétvégén, hát valószínűleg majd megmondjátok, hogy fontosak-e a választások szempontjából, vagy nem. Évet értékelt a legnagyobb ellenzéki pártelnöke Gyurcsány Ferenc, és tegnap volt egy ellenzéki tüntetés. Kezdjük az utóbbival, aztán majd visszaugrunk szombatra is. Mit gondoltak a tegnapi tüntetésről? Egy-egy vélemény, aztán majd egy picit belemegyünk bővebben is. Én nekem olyan nagy szerencsém van, hogy kint is lehettem. Tegnap is írtam róla egy nagyon hosszú cikket is, úgyhogy el lehet olvasni magyarnarancs.hu, nagyon jó lett. De hogy szerintem ez egy nagyon súlyos jel arra, hogy ugye nagyjából 1500 ember volt kint, és még olyan hangok is voltak, hogy csak 1000, de szerintem már ezen a szinten mindegy. És az, hogy egy éppen lett a semmiből magyar belpolitika, és nem is olyan régen, kevesebb, mint két héttel ezelőtt igazából össze tudtak hozni egy 50 per 150 ezer közöttire becsült méretű tömeget, az azért egy nagyon súlyos hitelességi válságot mutat, hogy ebben a közhangulatban a magát egyébként váltó erőnek mondó ellenzéki pártok egyszerűen nem tudták kivinni a Kossuth térre, még a saját embereiket sem. Igen, egy kicsit olyan, mint hogyha, ahogy fogalmaztál, hogy hirtelen véletlenül lett egy kis belpolitika Magyarországon, amiből valahogy az ellenzéki pártok, ez a bal ellenzéknek titulált erő, ez ahogy van kimaradt. Vagy lemaradt, vagy nem találta meg azt a kapcsolódási pontot, amivel valóban tömegeket lehetne kivinni az utcára. Már pedig azt gondolom, igen, tehát az influencerek által szervezett tüntetés megmutatta, hogy igenis ki lehet vinni. Másrészt ugye már hetekkel ezelőtt elkezdődött valamiféle kritika megfogalmazása az ellenzékkel szemben, amikor az egész kegyelmi ügyet oda futtatták ki, hogy akkor legyen közvetlen elnökválasztás. Ebben a történetben nem, ez a legérdekesebb, az embereket leginkább foglalkoztató pont. Mit gondoltok, bocsánat, hogy közbevágok, hogy tulajdonképpen mi lehetett itt a baj, tehát miért nem ment ki legalább pár tízezer ember az utcára? Tényleg az utóbbi évek legsúlyosabb belpolitikai válságáról vagy botrányáról volt szó. Lehetett látni, hogy a téma érdekli az embereket, hiszen az elmúlt héten kimentek akár 100-150 ezren is, tehát itt az ellenzék hitelességi válságáról van szó, vagy ezt az ügyet fogták meg rosszul, vagy egyszerűen a közvetlen államfő választás nem az a téma, ami megmozgat. Egyébként nem is volt nagyon szó a közvetlen államfő választásról, ezt már zárójelben hozzáteszem, hogy azért lett, de ez a szó nem volt róla. Lehet, hogy is megérezték, hogy lehet, hogy nem erről kell most beszélni. Szóval mi volt ezzel a legnagyobb gond szerintetek? Én szerintem itt az alapvető probléma az, hogy tehát most van egy nagyon-nagyon konkrétan megfogható, ráadásul nagyon erős érzelmeket kiváltó ügy, és hát hogy a magyar sajtónak is nagyon rosszul áll, hogyha elkezd a magyar sajtóról cikkeket írni, úgy az ellenzéki politikák, meg úgy általában a politikák nagyon rosszat tesz, hogyha elkezdenek a pártok saját magukról beszélni. Ezt igazából 14 éve rendszeresen látjuk, hogy abból csinálunk hírt, hogy milyen listás osztozkodások vannak, ki lesz éppen az elnökségi tag, most éppen egy ilyen technikai kérdéssé akarták silányítani ezt az egész kérdést, ami egyébként a köztársasági elnök választás vita, ez egy tök érdekes vita. Tehát, éppen aktuálisabb lehet. Egyrészt nem éppen aktuális. Bocsánat, hogy fel lehet tenni azt a kérdést is, hogyha mondjuk Novák Katalin idejében, amikor őt megválasztották, közvetlenül választották volna fel, talán más lett volna az államfő, mint igen, Novák Katalin, talán máshogy döntött volna, és nem lett volna ez a kegyelmi ügy? Súlyok Andrást ugyanúgy megválasztották valószínűleg. Most köztársasági elnöknek közvetlenül. Csak Tamás, egyébként csak Tamás mondom a nézőknek, hogy ezekben a pillanatokban igen, szavaznak, ha ez megtörténik, igen, akkor majd szólok nektek. A tévesztéssel köszöntöm akkor. Új köztársasági elnök urat. Nem akarnám elvenni a munkádat, csak újra meghallgattam Gyurcsány Ferenc évértékelőjét, vagy nem is tudom, hogy kell ezt nevezni, és egészen furcsán kommunikálta ezt az egész kegyelmi kérvény ügyet. Igyekezett az egészből sokkal nagyobb politikai hasznot kreálni, sokkal nagyobb bört lehúzni róla, mint ami egyébként társadalmilag lenne rajta, és elkezdett
konkrétan Orbán Viktor történelem felelősségéről, bűneiről, pedofil kormányról beszélni. Azt gondolom, hogy messze túltolta ezzel a politikai bringát és minden elképzelhető kommunikációt, miközben itt nagyon konkrét áldozatok, nagyon konkrét kérdések merülnek föl, amiket én nem nagyon szeretek politikusoknak udarolni, de Ungár Péteren kívül nem nagyon tett föl itt senki. Nagyon konkrétan azt a két-három kérdést, amire választ szeretnénk kapni, amire a mai napig választ szeretnénk kapni, és közben tényleg megy egy ilyen pedofilozás, ami elégiesíti, elszakítja az egészet az áldozatoktól, és egyébként ma már a Fidesz rá is találta megfelelő válaszkommunikációt. Ja, kicsit elvetted a munkám, mert azt az ívet adtad meg a beszélgetésnek, hogy pont amit egyébként gondoltunk szerkesztő kollégáimmal is. Szóval, ha már Ungár Pétert említetted, és visszatérünk majd egyébként Gyurcsány Ferenc évértékelőre is, minden Voxban van egy idézet, Ungár Pétertől választottuk egyébként a mai idézetet, nyilván nem véletlen, hogy ezen a tüntetésen nem voltak ott, viszont reagált a Facebook oldalán, és akkor jöjjön ez az idézet, megkérem a kollégákat is, hogy tegyék ki. Azt írja Ungár Péter, egyrészt, hogy az LMP jó döntést hozott, hogy nem vett részt a DK, az MSZP és a Momentum közös tüntetésén. A hisztéria ellenzék tüntetése megmutatta, hogy a szellemi polgárháborút nem lehet összekeverni a gyermekvédelemmel, hogy a közvetlen elnökválasztás üres lózung, és aki a holnapi nap, vagy a mai nap reggelén napi rendelőtti felszólalásban részt vesz az országgyűlés munkájában, az késő délután már nem tudja hitelesen bojkottálni ugyanazt az ülésnapot az elnökválasztás alatt. Ugye ez is egy megfejtés lehet arra, hogy miért voltak kevesen, tehát összekeveredett ez a két ügy, és ahogy mondtam, ráadásul nem is volt szó az államfőválasztásról arról, ami miatt összehívták ezt a tüntetést. Hát valójában szerintem itt maguk a felszólók se igazán tudták eldönteni, hogy miről akarnak beszélni. Alapvetően Orbán Viktorról beszéltek, amiről ráadásul egyébként szerintem jó, hogyha beszélünk a magyar miniszterelnökről, meg ellenzéki politikusok beszélnek a magyar miniszterelnökről, de hogy ezt nem sikerült ténylegesen a közhangulathoz kapcsolni. Tehát, hogy itt van egy egészen konkrét szociális ügy, most tényleg nem akarok leborulni a youtuberek által szervezett tüntetés előtt, de ott érdekes módon sikerült az egészet egy ilyen szociális kontextusba helyezni, hogy mi történik az elesettekkel, hogy egyébként az állam hogy bánik a vele a rábízott gyerekekkel, és ezen túl nem mellesleg, úgy általában a szegénységről is beszéltek. Tehát egy csomó olyan dolog, ami egyébként egy kifejezetten balos dolog, és mit ad Isten, mondjuk a magáról még éppen szociáldemokrácia rajongást hirdető DK imidzsébe akár bele is illhetne, hogyha nem egy ilyen titokzatos pedofil hálózatot göngyölítene fel a beszédében, hanem mondjuk arról beszélni, hogy minek a jele az, hogy ilyen katasztrofális helyzetek vannak a gyermekvédelemben. No, összességében akkor még egy mondat a tüntetésről. Mit üzenhet az ellenzéknek, hogy van még körülbelül 100 nap a választásokig, és egy ilyen tüntetés sikerült összehozni? Nézzünk visszafelé. Vagy ne csak a tegnapi napot vegyük ebből példának, és akkor az, hogy az ellenzék hogy kódolja ezt az üzenetet, azt nem tudom. De számunkra választók, állampolgárok, újságírók, elemzők számára leginkább úgy kódolható ez, vagy úgy dekódolható, hogy az ellenzék nem igazán tanul majdnem hogy semmit az elmúlt 4-8-12 év tapasztalataiból. Nem igazán sikerül, ha jól emlékszem, az utolsó igazán komoly utca sorokat megtöltő ellenzéki megmozdulás, az 2006-ban volt az Andrássy utat megtöltő. Volt még az internetadós. Hát az internetadó, de ez internet nem csak ellenzéki volt, igen, a rabszolgatörvény elleni tüntetés volt, az egy nagyon bacska, meg ott a tiltakozás, hogyha... Szintén nem kizárólag az ellenzéki pártok által szervezve. Egyszerűen nincs, valamiért tényleg elvesztette a kapcsolatot. Választóival, potenciális választóival az ellenzék nem tud narratívát felvázolni, vagy hogyha tud, vagy megpróbál, akkor elképesztően elszakad attól a valóságtól, ami befogadható még. Na nézzünk két narratívát is mindjárt Gyurcsány Ferenctől, és akkor most jön ez a bizonyos évértékelő. Szombaton tartotta ezt a szokásos értékelőt. Nézzünk meg egy részletet ebből, és aztán majd folytatjuk mindjárt, jó?
ádász politikai küzdelem zajlik Magyarországon. A küzdelem hevességét a küzdelem tétje magyarázza. Annak a drámai kérdésnek az eldöntése ugyanis, hogy milyen legyen Magyarország, milyen legyen hazánk. Keresztény Magyarország, ahogy a Fidesz mondja, vagy polgári Magyarország, ami a demokraták törekvéseit foglalja össze. A Fidesz gyakorlatában ráadásul a kereszténységre való hivatkozás nem a jézusi tanítások, az alázat, a felebaráti szeretet, a megbocsátás, a lelki tisztaság ügyének képviseletét jelenti. Éppen ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy a hatalmasoknak mindent lehet. A hatalmasoknak bele lehet nyúlni a gyengék fehérneműjébe. A hatalmasoknak lehet nem kezet nyújtani a háborúból érkezetteknek. És igen, a hatalmasoknak lehet harácsolni az országnak járó just támogatást, lehetőséget magánvagyonná, magánelőnyé tenni. Na, mit gondoltok? Lesz még egy idézet ebből a beszédből. Tehát tavaly a DK-mi is említettük már, szociáldemokrata fordulatot hirdetett, hogy ez volt a jelszó, fizessenek a gazdagok. Most polgári Magyarországról beszélt, ezzel szemben a keresztény Magyarországról, szóval hogy láttátok ezt a részt mondjuk ebből a beszédből? Elképesztően. Tehát van egy mondat, és itt nem titok, mind a ketten egymásra néztünk, ez hogy képzeli azt a mondatot, amikor arról beszél, hogy a politikai viták jelessége az a politikai tét nagyságát mutatja. Jelen pillanatban semmiféle politikai tét nem látszik, az látszik, hogy a Fidesz, a DER olyan hegemón politikai tömb Magyarországon, amelyet megkaparni sem tudnak. Tehát ezek a politikai viták valójában, amiket egyedül vagy egy parlamentben vagy egy tüntetésen lefolytat az ellenzék, ezek még jó indulatúan is csak vihar egy pohár vízben. Még egy dolgot, ez szociáldemokrácia. Igen, mintha korábban feltalálták volna ezt a szót, hogy majd a szociáldemokrácia és a DK, az érezhető, főleg ez a beszéd végén, amikor konkrét cselekvéseket vagy ígéreteket fogalmazott meg egy Dobrev Klára által vezetett kormánnyal kapcsolatban, ott használta a szociáldemokrácia, a szociáldemokrata kormány kifejezéseket. Tehát azt gondolom, hogy itt megint egy ilyen politikai szómágia történik, minden ilyen politikai PR csapatban van ilyen, amikor azt gondolják, hogy a Dobrevi, bocsánat, David, igen, most egy pillanatra kiadjuk a parlamentet, és megnézzük a bejelentést, és aztán jövünk vissza mindjárt, jó? Mert hogy ugye mondtam, hogy ezekben a percekben választják meg. 146 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő. Érvénytelen szavazat 7 darab. Az érvényes szavazatok száma 139. Ebből az igen szavazatok száma 134, a nem szavazatok száma 5, a tartózkodom szavazatok száma 0. Ezek alapján a jegyzők megállapították, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt. Tisztelt Országgyűlés! Ismertetem az Országgyűlés határozatát. Az Országgyűlés az alaptörvény 10. cikkének első bekezdése alapján dr. Sulyog Tamást köztársasági elnökké megválasztja. Az alaptörvény 10. Folytatom, tisztelt képviselőtársaim, a határozatot. Az alaptörvény 11. cikkének 6. bekezdése alapján a megválasztott köztársasági elnök 2024. A stúdióban azért adtuk ki, mert tényleg ezekben a pillanatokban lett új köztársasági elnöke Magyarországnak. Történelmi időkben élünk, és nem lepődtetek meg, nyilván nem volt meglepet. És azért egy-egy mondatot mondjatok, hogy mit vártok az ő államfő, hát nem jelöltségéről, most már nem jelölt, de hát ugye azt nem tudjuk, hogy milyen államfő lesz. Aztán majd még visszatérünk. Attól nem tartok, hogy egy karakán a NER jogértelmezésével
izmosan szemben lévő álláspontot, vagy elfoglaló köztársasági elnök lenne. Én még azt is hozzá tudom tenni, hogy tehát magát ezt a köztársasági elnöki intézményt, ezt már valójában rég nem a Novák Katalinnal vagy az Áder János ügyesítették ki, hanem úgy Isten igazából a Schmidt-Pál környékén tört el valami szerintem. És hogyha úgy veszik, akkor most egy tökéletes választás van, mert biztos, hogy nem lesz nagyon hangos, és tudják, hogy mit lehet tőle várni. Tehát kockázatmentes, azt mondjátok. Abszolút. No, akkor térjünk vissza az eredeti témánkra, az egyik eredeti témánkra, tehát Gyurcsány Ferencnél tartottunk, illetve az évértékelőnél, és tőled vettem el a szót, Dávid, de nagyjából befejezted. Annyi, hogy az látszik, hogy valószínűleg azt akarják majd eljátszani, hogy ezt a szociáldemokrata kifejezést, ezt egy leendő Dobrev Klára vezette kormány tevékenységére vagy választási ígéreteire használják, míg elorozva ezt a polgári Magyarországot és a Fidesz egykori mondatát, vagy szlogenjét, és új értelemmel tartalma feltölteni, nem tudom, hogy ez sikeres kísérlet lesz-e, ez pedig általában a DK, mint párt tevékenységére fogják használni. Ami akkor is egy politikai termék volt, mint azt megtudtuk később egyébként. Ádám? Én izgalommal figyelem, mert bevallom, hogy engem annyira sokkolt ez a fideszes pedofil hálózat történet felépítése, ami meglepően nagy százalékból emlékeztet engem ugye a híres amerikai Pizzagate-re, ahol ugye egy ilyen pizzériában tartott nem létező pedofil hálózatnak a központját terjesztették el annyira az amerikai interneten, hogy egyszer csak valaki oda is ment egy fegyverrel, hogy rendet tegyen abba a pincébe, mert nem is volt pince. És szerintem, tehát az, hogy most a Gyurcsány Ferencnek a kis emelvényén még a felirat is az volt, egy ilyen pedofilia elleni küzdelemre utal, itt szerintem egy kicsit arról van szó, hogy azért a pártnál is érezték, hogy az az elmúlt nagyjából egy éve mutatott irányvonal, hogy ők most addig fogják ismételni, hogy ők a nagy váltópárt, amíg egyszer csak igaz nem lesz, ez kevés volt, mert hogy jól látható. Azért el sem maradt ki. Egy százalék. Ja, persze. El sem maradt ki. Persze, tehát hogy kell ez, de hogy valami új, ilyen nagyon érdekes harcot úgy tűnik, hogy elkezdtek egy Orbán Viktor által vezetett pedofil hálózat. Van még egy kis rövid részlet ebből a beszédből, ezt is megnézzük, jó, és aztán folytatjuk. Orbán Viktor így módon az első magyar pedofil barát miniszterelnökként vonul be a történelembe. Na, tulajdonképpen erről beszéltetek, azért akartuk megmutatni, aki nem látta. Szóval, hogy azt mondjátok, hogy ez kontraproduktív a DK, vagy egyébként a többi ellenzéki párt részéről is? A kevesebb több. Annyi érzelmi azonosulási pont van ebben a történetben. De pont az nincs benne, hogy Orbán Viktor a pedofil barát miniszterelnök, azt gondolom, hogy jellemző Gyurcsány Ferencre, pártelnökként is, miniszterelnökként is, egy kicsit nagyvonalúan, fölélőve, túlzó módon interpretál bizonyos helyzeteket. Hát meg tegyük hozzá, hogy szerintem ez egy kicsit erősíti azt a narratívát, amivel én a saját információim, meg ilyen, hát meg persze elképzeléseim alapján nem teljesen értek egyet, hogy itt minden feje annyira Orbán Viktor, hogy a legkisebb, hogy ilyen mikromenedzselés szintig lemegy mindenhol, és hogy minden tervezett, minden mögött ő áll. Nem mondom, hogy nem igaz ez valamilyen szinten, tehát hogy az igazán fontos dolgok természetesen a miniszterelnök környékén kötnek ki, ezt azért többször is láttuk. De hogy ezt az egészet teljes mértékben Orbán Viktorral azonosítani, az ugye megint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen legyőzhetetlen szupergonoszt fog felépíteni, amit úgy nagyon szeretnek elképzelni az ellenzékben, és semmiféle, tehát hogy nem arról beszél, hogy egyébként a magát állandóan erős és keménykező kormánypártként mutató Fidesz egyébként mekkora szerencsétlenkedést tudott csapni ebben az egész ügyben, nem arról beszél, hogy milyen rendszert építünk, vagy ilyesmi, hanem így Orbán Viktorral egy személybe, és ez szerintem nem
szóval nem vagyok benne biztos, hogy ez egy jó narratív, de egyébként a DK amúgy is általában ez az anti-Orbán. Mit láttok most, vagy mit mondanátok arra a kérdésre, hogy szerintetek, hogy mégiscsak választási műsor a kampányban mennyire lesz ez meghatározó, mennyire tudja az ellenzék napirenden tartani, mondjuk így, ahogy most tartja ezt a kegyelmi boltrányt, vagy a Fidesz egyszerűen le tudja zárni ezt az ügyet azzal, hogy lemondott Novák Katalin és Varga Judit, most már mától új államfő is van, és semmi látnivaló, megvolt ennek a következménye. Biztos vagyok benne, és erről már a múlt héten beszéltünk ebben a stúdióban, azért kellett elképesztő gyorsasággal egy új köztársasági elnököt találni, kinevezni, megválasztani, hogy azt lehessen mondani, hogy biznisz az Józsival, volt ekkor valamikor régen egy valami női mind köztársasági elnökünk, kibeszél már arról, itt van nekünk Súlyog doktor, majd utat mutat. Tehát egyrészt letudtuk ezt nagyon gyorsan. Orbán Viktor mai parlamenti beszédében ezt erőként igyekezett felmutatni, hogy micsoda stabil a magyar közjog, miközben tegyük hozzá, nagyon pontosan szabályozva van a magyar közjogban az, hogy mi történik akkor, amikor valamelyik elnök lemond, és még nincs úgy. De nem lett volna itt valami káosz és anarchia. Emellett pedig ma láttuk azt, szintén a parlamentben, hogy a Fidesz végre magára talált, Rogán Művek megtalálta azt a mondatot, amit válaszul elkezdenek most gyakran fölre ismételgetni, mégpedig azt, hogy ezt a nem azt a K. Endrét, akiről az egész botrány és a kegyelmi kérvény szólt, hanem az ő igazgatóját a pedofília miatt elítélt igazgatót, valójában ti baloldal neveztétek ki, és Orbán Viktor magára mutatott, és mi voltunk, akik lecsuktuk. És ez így elhangzik több ízben is ma a magyar parlamentben. Ti kineveztétek, hagytátok, hogy pedofil szörnyetek garázdálkodjon, de mi elejét vettük végre a dolognak, és lecsuktuk. Tehát innentől kezdve ez lesz a Fidesz kommunikációja. Egyetlen egy gondolatot még hozzá. Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy van a 11. parancsolata, mely szerint fideszes pajtásodra nem mondj rosszat. És ez kétféleképpen lehet megvalósítani, például, ha a fideszes pajtásod pedofil, vagy pedofil támogató, akkor A. nem mondj róla semmit, B. defidetesítsd, nem létezik ilyen szó, fozd meg attól, hogy valaha is fideszes volt, Kalota Gábor, rosszul mondtam a nevét, Kaleta Gábor, aki, ahogy kiderült az ő bűnössége és pedofil vonzata, ő rögtön a szocialisták nagykövete lett. Egy mondaton. Én még azért annyit kiemelnék, hogy szerintem nagyon kevesen háborodtak fel azon, hogy pont ez a gondolat, hogy mi lecsukadtuk, és ők nem, hogy ez pontosan mit mond el a Orbán Viktor elképzelésére a hatalmi ágak szétválasztásával kapcsolatban. Tehát, mi az, hogy ők csukadták le, mi az, hogy a kormány csukatott le valakit, könyörgöm. Ezen azért érdemes lenne egy kicsit rugózni, hogy mi az, hogy a kormányok csukatnak le valakit. Rugózunk még, ígérem. Köszönöm szépen, hogy jöttetek. Köszönöm.